Sziasztok, Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Monserrati Jezsuita Vlog útravaló adása. Mai impulzust Hiba György rendtársam adja, témánk pedig kiút a krízisből. Hogyha beírjátok a Google keresőbe, vagy krízis, az több mindent fogtok találni. Például azt, hogy valami nagyon nehéz élethelyzetben, ami nagy nyomás alatt egy ilyen elakadás történik bennem, amikor azt érzem, hogy nincsenek jó eszközeim, jó megoldásom az előttem levő élethelyzethez, döntéseimhez, és hogy ez így nagyon meg tud szorongatni, rosszabb esetben teljesen leblokkol, és kihozza belőlem azt, hogy így lezárom magam az életről, vagy teljesen elutasítom, és mindenféle tevékenységben menekülök. És a krízisnek az egyik jelentése az ez, hogy válság. Ugyanakkor van benne egy lehetőség a krízisben, a fordulat. Ez pedig valami olyasmi, amikor érzékelem, hogy ebben vagyok, és képes vagyok megállni, és ránézni, hogy mi ez. És ebben a megállásban benne van egyfajta bizalom. Bizalom így az önmagam iránt, meg az élet iránt, annak a bizalma, hogy ha ránézek, akkor meg tudom érteni. És akkor tovább tudok lépni egy másik szintre. És ebben valami gyönyörű tud elkezdődni. Ahogy így megnyílik a helyzet, felismerek esetleg új megoldási módszereket, és van erőm megtenni. És ez gyakran nagyon nem könnyű. Tehát amiről most beszélek, azt én magam is tudom, hogy ez egy nehéz dolgok, de valahogy én az irányát ebben ezt látom az irányában. Viszont ott van az alapja, ami ebben nagyon tud segíteni. Egyrészt az, hogy ha már oldottam meg nehéz helyzeteket, akkor vissza tudok rá emlékezni. És hogyha olyan emberek álltak mellettem, akik ebben tudtak támogatni, akkor most is kérhetem a segítségüket. És még mindez benne gyökerezik egy sokkal mélyebb bizalomban. Az Isten iránti bizalomban. És hogy abban, hogy Isten bízik bennem, és hogy ezt megtapasztalhatom. Így, hogy így számomra ennyire fontos az Istenbe vetett hit, ez ad valami olyan plusz erőt, ami át tud vinni a legnehezebb részeken is. És ha átvitt, és visszaemlékezek erre, akkor megerősödik a kettőnk kapcsolata. És ez megint tovább tud vinni. Szóval maga a krízis, ez az élet nehézsége, az egy kihívás az életben. És minden egyes kihíváson, amin átmegyek, erősebb leszek tőle. Megerősödik az életbe vetett bizalmam, az önmagamba vetett bizalmam, az Istenbe vetett hitem, és utána bele tudok állni egyre inkább a saját életembe, és így tudok támasz lenni mások számára is, akik ezen mennek át. A heti gyakorlatunk következik. A következő időszakra a gyakorlataink célja az lesz, hogy növekedhessen a bizalom az életünkben önmagunk iránt és Isten iránt. Az egyik gyakorlat, amire hívunk, hogy nézzetek vissza az elmúlt időszakotokra, amikor át tudtatok menni egy krízisen, egy nehezebb időszakon. Mi az, ami segített nektek ott? Figyeljétek, és ha segít, írjátok föl, hogy mi az, ami segített átmenni krízis nehézség idején. Mi volt az erőforrásotok, kik voltak veletek, és tanuljatok abból, adjunk hálát ezért, és tanuljunk abból, amin átmentünk, hogyha akkor lehetséges volt, ma is lehetséges lesz. A másik gyakorlatunk pedig, kérjünk titeket, hogy vegyétek elő az evangéliumokat, és keressétek meg az Emmauszi tanítványok történetét. Talán emlékeztek rá, egy krízishelyzet, nehéz időszak, a Jézus halála után két tanítvány gyalogol Emmausz felé, és arról beszélgetnek, ami velük történt. Össze vannak törve. És
az úton melléjük szegődik Jézus, de nem ismerik még föl. És hogy olvassátok ezt a szentírási részt, arra kérlek titeket, vagy kérünk benneteket, hogy engedjétek, hogy az Úr mellétek szegődjön. Nem biztos, hogy fölismerjük most, de szívünknek ez a keresése, talán egy szalmaszál abban, amiben be tudunk most kapaszkodni. A rövid imádságaink még talán nem oldják fel azt a nehézséget, amiben most vagyunk, de segítenek a következő lépésben, hogy a bizalmunk, a reményünk erősödhessen. És akkor találkozunk egy hét múlva, várunk benneteket. Hogyha úgy érzitek, hogy adott bármit ez a beszélgetés, láthattok még több hasonlót, ha feliratkoztok erre a YouTube csatornára.